A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában szeptemberben kezdődött a kadét program. Már az egész országban több mint 100 iskola csatlakozott a kadét programhoz, ami nagyon fontos. Mint ahogy mondtam, nem kell az, hogy katonák legyenek, hogy a honvédséghez, vagy akár a rendőrség, rendvédelmi szervezetekhez csatlakozzanak, hanem a civil életben is, aki ezeket a kompetenciákat megtanulja, a fegyelmet, a csapatmunkát, az összetartozást, az a civil életben is sokkal jobban fog boldogulni egy cégnél, egy munkahelyen, bárhol. A torna teremben tartott kadét és rendvédelmi oktatásban résztvevők bemutatója után dr. Simicsko István elmondta, a kadét képzést még az ő honvédelmi minisztersége alatt indították el 2017-ben 3 iskolával, már a 120 iskolával kötött szerződést a Magyar Honvédség. Ezekben az osztályokban egyfajta előképzésben részesülnek a diákok. Nagyon ügyesek a gyermekek, hiszen gyermekek, fiatalok, hiszen az ilyen típusú kompetenciára is szükség van. A sportcsarnokban, a versenyen látszott az, hogy nagyon lelkesek a fiatalok, ügyesek, tehát az ilyen honvédelmi ismeretek mindenképpen bebizonyosodott a 21. században is szükség van. Mert aki fegyelmezett, felkészült, ezeket az ismereteket elsajátítja, az majd a civil életben is sokkal jobban fog boldogulni. Mindenképpen fontos, hogy ezek a 21. században is ezek az ismeretek meglegyenek. Aki már szert tesz ilyen önvédelmi ismeretekre, az ritkábban kezdeményez bármilyen agressziót. Az inkább csak védekezik, és másokat is megvéd. Aki megtanulja az önvédelem alapjait, az meg tudja saját magát, családját, szeretteit, és másokat is meg tud védeni, és ez nagyon fontos, hiszen látjuk azt, hogy a szomszédunkban háború van, a világ nem biztos, hogy abba a békés irányba megy, amit szeretnénk, és hogyha nem abba az irányba megy, nekünk fel kell készülni arra, hogy meg tudjuk védeni az országot, szeretteinket és saját magunkat is. A rendvédelmi és közszolgálati képzésben résztvevők is tartottak egy erőléti és önvédelmi bemutatót, amely után néhány önvédelmi fogást dr. Simicsko István is bemutatott a diákoknak.